Folyamatosan gyűltek az élelmiszerek hétvégén a Tesco áruház bejárata előtt kiállított bevásárló kosarakba. Országos adománygyűjtést szervezett ugyanis a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A kezdeményezés évek óta töretlenül népszerű. A vásárlók a bejárat előtt egy szórólapot is kapnak az önkéntesektől, amin elolvashatják, hogy milyen adományokkal járulhatnak hozzá ahhoz, hogy szebb legyen a karácsony a rászoruló családoknál. A gyűjtést idén november 19-e és 21-e között szervezték meg, a megmozdulás 60-ban is nagyon sikeres volt. Ezt a lehetőséget a Magyar Élelmiszerbanktól a Szklerózis Multiplex Alapítvány kapta meg, Nagyné Siraki Szilvia kapcsolatrendszere alapján, ő segített ebben, és mi, mint a 60-i karitatív szervezet tagjai, önkéntesei végeztük több mint 30 fővel ezt a háromnapos adománygyűjtést, és elmondhatom, hogy óriási sikerrel, nagyon örülnek az emberek ennek a lehetőségnek, ennek a kezdeményezésnek, és tényleg rengeteg adományt, tartós élelmiszert kaptunk. Schmidtné Vere Bülianna hozzátette, a három nap alatt összesen 2300 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek össze, melyet 60 és környéki családok kapnak meg hamarosan. A rászorulók részére az olyan tartós élelmiszerek jelentik a legnagyobb segítséget, mint az étolaj, cukor, hús vagy készétel, konzerv, keksz, csokoládé, bébétel, liszt, tészta, tartós tej, édesség, vagy bármilyen hűtést nem igénylő termék. Nagyon fontosnak tartom egész év során azt, hogy hozzájáruljunk a szegényebb családoknak az élelmezéséhez, és úgy gondolom, hogy ez nem csak karácsony környékén, hanem egész évben egy fontos tevékenység, hogy adományozzunk. Aki a hétvége során nem tudott személyesen ellátogatni egyik áruházban sem, de szívesen segíteni a gyűjtést, annak a Tesco otthonról szolgáltatása kínál lehetőséget a jótékonykodásra. Honlapjukon néhány kattintással online is lehet adománycsomagokat vásárolni a nélkülöző családok részére egészen december 5-éig.